Ez az a kis teherautó, amely gyanús lett a gárdonyi rendőröknek, és igazoltatták a benne ülő három férfit, majd a kocsi csomagterét is átvizsgálták. A raktérben az egyenruhások rengeteg réscsövet és számos gázszereléshez használt szerkezetet találtak. A kis teherautóban talált tárgyakról kiderült, hogy a fecskeparton történt garázsbetörésekből származnak. Az egyik tulajdonos szerint itt elég sűrűn fordul előbetörés. Hát volt, volt. Sajnos... Tetszik lát, itt, visszatetszik nézni, két-három éve, nem talán négy, állották az összes, egy éjszaka az összes lámpát, innen fölülről elloptak. Itt a végén hagytak egyet, meg ott volt a betörés, ahol a legvégén végén ott a világítás volt. Tehát még az is jó volt, hogy lát, lássák, hogy mit visznek. Ezek a felvételek néhány hónappal korábban a felsővárosban készültek. A városrész idősebb lakóinak akkora betörések jelentettek nagy problémát. Feltehetően a most garázsfeltöréssel gyanúsított csoport egyik tagja az akkori bűncselekményekért is felelőssé tehető. A társaságnak a legfiatalabbik tagja az a 27 éves sárosdi férfi, akit hónapokkal ezelőtt fogtak el a székesfehérvári nyomozók, és azzal gyanúsítanak, hogy tucatnyi betörést követett el a felsővárosban. Előzetes letartóztatásba is került, de nemrég szabadult onnan. A három büntetett előéletű férfit őrizetbe vette a rendőrség, és ismét kezdeményezik előzetes letartóztatásukat. A hatóság szerint elképzelhető, hogy a sárosdi férfiak számlájára más hasonló bűncselekmények is írhatók.